azt is mondják, hogy például Dömötör táncoltatja a juhászokat. Ez azt jelenti, hogy ekkor... Éppen egy Dömötör naphoz kapcsolódó legendáról mesél Vámos Gabriella néprajzkutató. Mint mondta, a paraszti társadalomban a gazdasági év lezárását számos jeles nap követte. Ilyen például a Dömötör nap is, október 26-án. Ez ugyancsak az állattartással kapcsolatos szent kultusz adja a Dömötör napnak is az alakját. A 4. századtól maradtak fenn adatok az ő alakjával kapcsolatban, és hazánkban a bizánci kereszténység hatására terjed el. És az ő szerepe azért is fontos, mert a Dömötör nap, október 26-át nevezik a juhász új évnek. Ez azt jelenti, hogy ekkor számolnak el a gazdák. Dömötör alakja azokon a területeken vált jellegzetessé, ahol az állattartás meghatározó tevékenység volt. Ma a Jászság, illetve Erdély területén találkozhatunk a kultuszával. A Dömötör napnál például az, hogy a juhászbál, vagy az a juhásztornál, ugye, a hagyományos pásztorételekkel találkozhatunk, tehát például a pörkölt, a gulyás, amit elkészítenek, vagy az asszonyok készítenek bélest, vagy lepényt például, tehát hogy ezt ténylegesen egy nagy mulatozás követi, és hát természetesen ebből kifolyólag a történeti források utalnak arra, hogy hogyan tiltja majd az egyház ezt a topzódást vagy mulatozást. A néprajzkutató szerint a társadalmi átalakulás eredményeként folyamatosan csökkentek Dömötör alakjához kapcsolódó szokások, a hagyományainak megünneplése is elkopott a köztudatból. A helyét az elmúlt évtizedekben Szent Mihály napja vette át.